Az átvilágítással kapcsolatban én azt olvastam, hogy azért csúszott ennek a kezdési időpontja, mert Kevin McCabe-nek nem sikerült megállapodni azzal a céggel, amelyik az átvilágítást végzi, és miután megállapodtak, és ő ezt az összeget rendelkezésre bocsájtotta, amibe ez kerül, akkor elkezdődhetett az átvilágítás. De annak idején mi beszéltünk itt arról is, hogy a ferencvárosi szurkolókat ti felkértétek arra, hogy adakozzanak annak érdekében, hogy ezt a vizsgálatot el lehessen végezni. Most akkor, ha Kevin McCabe kifizette ezt, gondolom, hogy összegyűlt már egy bizonyos összeg, akkor az mire kerül majd felhasználásra? Két külön dologról beszélünk. Amiről most beszéltél, az, amire felkérte az FTC, tehát a Ferencvárosi Torna Klub, nem az FTC Labdarúgó Zrt. A szurkolókat, az FTC-nek az átvilágítása. Tehát a Torna Klubnál is van egy átvilágítás. Azt a szurkolók által összeadott, illetve a vezetők által összeadott pénzből végzik jelen pillanatban. A Labdarúgó Zrt.-nek az átvilágítása, az Kevin McCabe. Ez egy teljesen más történet, az egy más kérdés, ugyanaz az Ernst & Young nevű cég végzi. Azt említetted most, hogy amikor ez befejeződik, akkor lehet majd a nyilvánosságra lépni azokkal a nagy befektetőkkel vagy szponzorokkal, akikkel már a tárgyalások zajlanak, de ugye az akkor ez nem jelenti azt, hogy ők már anyagilag is hozzájárulnak a klubnak a fenntartásához, ez csak akkor fog bekövetkezni, amikor majd mindez lezajlik. Hát én azt mondom, hogy természetesen máskülönben nem tudnánk finanszírozni a dolgokat, hogyha nem lennének támogatóink. Tehát egyrészt ugye tudunk számolni azokkal a pénzekkel, amik jegybevételek, illetve hát merchandising bevételek, stb. Tudunk számolni azokkal a pénzekkel, amik most érkeznek meg a klubhoz, például a tévéközvetítési jogdíjak formájában, tudunk számolni egyéb bevételekkel is, illetve hát a szponzorokkal a megállapodások azok bizonyos feltételekhez kötöttek. Mennyire érzette úgy, hogy ez egy ilyen, most ebben az időszakban hangsúlyozom, egy penge élen táncolás, ahogy jönnek a pénzek, úgy kell kifizetni dolgokat, tehát ezért nem lehet egy könnyű időszak ez. Hát én nem mondtam, hogy ez egy könnyű időszak, amikor elvállaltam, akkor is tudtam, hogy ez nem egy könnyű időszak lesz, de én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb volt az eleje. Tehát ezért most már nagyjából tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Ez egy nagyon nagy csomag volt, amit a játékosok felé tartoztunk, illetve január óta felhalmozódott tartozások. Én még egyszer mondom, hogy áprilisban vettük át az egész menedzsmentet, de ezek a tartozások most kifizetésre kerültek. Tehát innentől kezdve én úgy gondolom, hogy egy könnyebb történet állunk szembe. Sokszor volt már szó egy nagyobb összegről, amellyel az APEC tartozik az FTC ZRT-nek, hogyha ez visszaadásra kerül, akkor azért megint egy kicsit könnyebb helyzetben lesz a klub. Ezzel kapcsolatban van valami biztató? Hát ezzel kapcsolatban már többször tárgyaltak a pénzügyi vezetők az adó hatóságokkal. Igazából van ott is egy álláspont, van itt is egy álláspont, folynak a vizsgálatok, meghallgatások, tehát egész addig, amíg ez nem zárul, addig biztos, hogy egy része sem kerül vissza a klubba annak az összegnek. Hát remélem, hogy minél hamarabb lezárul, és legalább részekben bizonyos összegek vissza tudnak kerülni. Azzal az újdonsággal, amely itt a magyar sportéletben nagyon sok bizakodásra ad okot, hogy ugyanis a társasági adóját a különböző cégek befizethetik, majd átutalhatják sport egyesületeknek. Ezzel kapcsolatban szándéknyilatkozatot tettek, kaptatok különböző cégektől, tehát ezzel tudtok számolni a jövőben, mert ez óriási segítség lenne gondolom. Hát szándéknyilatkozatokat nem kaptunk. Én úgy gondolom, hogy a Ferencváros neve és a Ferencvárosban rejlő lehetőségek azért sok mindenkinek kinyitják a szemét. Én bízom abban, hogy megfelelő összeghez fogunk jutni ezekből is. Hogy lehet majd egy nyugodt gazdálkodást folytatni egy ilyen időszak után? Ugye most is még a tárgyalások folynak, csak amennyire én ezt érzékelem, igazán pontos, konkrét dolgokról még nem nagyon tudunk beszélni. Tehát te mennyire vagy nyugodt ezzel kapcsolatban, hátra ez ebből számunkra is kiderül majd valami? Én megmondom őszintén, hogy én nyugodt vagyok, mert igazából ketté választom a dolgot. Tehát van egy a múltat le kell zárni, és hát ezt anyagilag is természetesen rendezni kell a dolgokat, és van a jövő. Tehát megterveztük elég alaposan a következő szezonunkat, anyagilag is, bevétel szempontból, kiadás szempontból, és nem véletlen, hogy bizonyos megszorításokat kellett eszközölnünk a klubon belül, legyen az, hogy játékosokról, vagy munkatársakról, vagy bármi, mert azt mondtuk, hogy annyit tudunk költeni, amennyire rendelkezésünkre fog állni. Most nyilvánvalóan, hogy valamennyi mozgástér van az bevételek kapcsán, de egy nagyságrendi volument azért meg lehet állapítani. És ezt el lehet mondani, hogy ez mennyi körülbelül? Hát én nem nagyon szeretnék konkrét összegekről beszélni, de én azt mondom, hogy nem leszünk a legnagyobb költségvetésű klub Magyarországon, ebben egészen biztos vagyok. De egy olyan becsületes összeggel tudunk kalkulálni, ami szerintem arra feljogosít minket, hogy mindenféleképpen nemzetközi szereplése jogosító helyezésre realizálódjon az év végén. Nagy támogatók tehát már vannak a láthatáron, hamarosan talán meg is tudjuk majd, hogy kik ők, de új tulajdonos van-e a láthatáron? Hát új tulajdonos az FTC.
tulajdonképpen, aki van a láthatáron. Oké, akkor egy magyar befektető, aki az új tulajdonosa lehet majd az FTC ZRT-nek, hiszen volt erről is szó a sajtóban, ez többször is megjelent. Volt erről is szó, befektetőről is beszéltek, de igazából még egyszer szeretném mondani, tehát Kubató úrékkal egyetértünk abban, hogy az lenne az egészséges, hogyha az FTC labdarúgás, mint egy szakosztály tulajdonképpen a Ferencvárosi Torna Klub kötelékébe visszakerülne, és egy egység lenne ez az egész. Tehát az a legjobb, hogyha az Ferencvárosi Torna Klub lesz a tulajdonos az FTC labdarúgó ZRT-nek. Nyilvánvalóan konkrétumokról akkor lehet beszélni, ha lezárul ez a vizsgálat, amelyről itt az imént beszéltünk, de te belekukkanthatsz ebbe részleteibe is, vagy csak a végén fogod látni te is? Hát igazából én azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha valami olyan dologra derül fény, akkor úgyis szólnak nekem, tehát én részleteibe nem szeretnék ebbe involválódni. Azt mondták, hogy amikor megvan az egész, akkor ezt a rendelkezésünkre bocsátják, ennek alapján le lehet majd vonni a konklúziókat. De azért biztos egy kicsit kíváncsi vagy, tehát biztos egy kicsit azért belekukkantottál, mire számítasz majd? Biztos, valami, vagy van valami, ami esetleg olyasmi, amire nem számították korábban, ami egy kicsit meglepett, ami egy kicsit megváltoztatja a helyzetet? Hát most nem is a vizsgálat kapcsán, de azért vannak olyan dolgok, amivel az ember nem számolt. Tehát itt legyen szó jogdíjakról, erről, arról, amarról, de hát én úgy gondolom, hogy most a mindennapjainkat sokkal inkább leköti az, hogy tényleg összerakjunk egy olyan csapatot, akivel az Európa Ligának neki tudunk futni. Egy olyan premizálási rendszert raktunk össze, ami merőben különbözik az eddigi premizálási rendszertől, tehát azt mondtam, hogy sokkal inkább, hogy mondjam, nem annyira magas alapfizetésekre kell számítani, hanem arra lehet számítani, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk a csapat az első három helyzetben van a tabellán, akkor sokkal magasabb prémiumért játszanak a játékosok, mint hogyha a harmadik vagy hatodik helyzet között vannak, hatodik, tizedik között még alacsonyabb, tizedik alatt még nem is biztos, hogy én szeretnék prémiumot fizetni egy Ferencvárosnál. Azért jó veled beszélgetni, mert akármilyen bizonytalan a helyzet, te mindig tudsz pozitívumokat mondani, és ez szerintem nagyon fontos a szurkolóknak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál megint, és mindezt megosztottad velem.